Csütörtökön délelőtt már a terítőket is rátették az asztalokra a fesztivál helyszínén. A szervezők több ezer látogatót várnak a szombati eseményre, ahol a vendégek megkóstolhatják a bácskai ízeket, a kolbászt, a hurkát és a sült húsokat is. A fesztiválon 15 csapat méri össze a kolbász és hurka készítő tudását. Az idei év egyik különlegessége a mohácsi busók szereplése lesz. Ugyan nem vagyunk testvérváros, de nagyon kiváló kapcsolatokat ápolunk egymással, és ugye vannak olyan munkatársaink, akik mohácsi származásúak, talán az ő révükön is kerültek ide a mohácsi busók, akik kolbászt is fognak tölteni, és hát azt hiszem busó táncot is fognak itt járni. Tehát ez mindenképpen különlegessége lesz azt hiszem a rendezvénynek. A jótékonysági gyúrás már tavaly is volt, reméljük sok családnak, nagy családosnak okozunk örömet azzal a csomaggal, ami hát szombaton el fog jutni a legjobb helyekre. Szombaton délután az is kiderül, melyik csapat nyeri el a Bajaváros Fesztivál Kolbásza 2014 és a Terőterő Asztalkám 2014 díjakat. Az étel mellett a finom pálinka is középpontban lesz, hiszen egy szakmai zsűri döntése alapján valaki elnyerheti majd a Bácska Arany Pálinkája díjat. A programra az ifjúsági szálló munkatársai is készülnek, akik kettős feladatot látnak el a rendezvényen. Ők fogadják például a meghívott vendégeket. A másik pedig ugye az érkező érdeklődőknek a kiszolgálása, hiszen azt tapasztaljuk, hogy sokszor azt gondolják, hogy bármelyik csapathoz oda menve ebből abból lehet kóstolgatni. Ezt így nem tudják sajnos megoldani. Ezért is alakítottuk ki, hogy minden igényt kielégítően tudjanak vásárolni az érdeklődőek a kolbászokból, hurkafélékből. A 7. Bácskai Hurka és Kolbász Fesztiválnak több jeles vendége is lesz. A szervezők meghívták az 1000. állampolgársági esküdtet szemét és családját, de ellátogat az eseményre Weiss Fanni esélyegyenlőségi aktivista is. A nap folyamán többféle zenés-táncos program várja a gyerekeket és a felnőtteket. Augusztusban az Elizabeth című musicalt láthatja a közönség a Szentháromság téren felállított nagy színpadon. Ebből is adnak majd egy ízelítőt az Operett Színház művészei.